Az államalapító Szent István ünnepi programsorozat a Kossuth téren az országzászló felvonásával kezdődött. Közreműködtek a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjai. A Városháza dísztermében Szepesi Tibor polgármester a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete nevében köszöntötte az államalapítás és államalapító Szent István királyunk emlékére rendezett ünnepi önkormányzati ülésen a megjelenteket, a kitüntetésben részesült vendégeket, hozzátartozókat. Az ülésen részt vett F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, Krisztóf Filipovic, a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzulja, Román Szieminszki, lengyel testvérvárosunk, Krosno Odranszkije alpolgármestere, Dr. Lévai Olga, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal, Karcagi járási hivatal hivatalvezető helyettese, Gyurcsák János alpolgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Rózsa Sándor jegyző. Az ünnepi ülés az új kenyér szentelésével és megáldásával kezdődött. Az új kenyeret megszentelte főtisztelendő Verez Zoltán plébános, címzetes esperes. Az új kenyeret megáldotta nagy tiszteletű Koncz Tibor, a nagykunsági református egyházmegye esperese. Az állami ünnepünkről Szabó István, Szolnok megyei jogú város nyugalmazott alpolgármestere emlékezett meg. István királyunkat 1083. augusztus 20-án Szent László király kezdeményezésére éppen most van ennek 940 éve, hogy szentté avatták. István szentté avatásának a napját 1771. június 21-én kelt rendeletben rögzítették, amit Mária Terézia királyi parancsa augusztus 20-ára Szent István király ünnepére rögzített. Az 1848-as szabadságharc után 1860-ig nem volt szabad az első királyunkat ünnepelni, de 1867-es kiegyezést követően újra munkaszüneti nappá rendelték azt. 1938-ban István halálának 900. évfordulóján a Székesfehérvári Országgyűlés 24. törvényében méltató emléket állítottak Szent Istvánnak, és nemzeti ünneppé nyilvánították a napját augusztus 20-án. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A II. Világháború után augusztus 20-a ünnep ugyan megmaradt, de az ateista, kommunista hatalomtól más tartalmat kapott. Ezért 1949-től e jeles nap az új kenyér az alkotmány ünnepe lett. De ismét eljött az igazság pillanata, amikor 1988-tól újra változott az ünnep tartalma. Budapesten ismét megtartották a Szent Jobb körmenetet, ezzel az ünnep ismét visszakapta méltóságát, a vallási jellegét. Augusztus 20-a, mint Szent István napja, és az új kenyér ünnepe számunkra elválaszthatatlan egymástól. Hazánkban a gazdák a betakarítással, az aratással, a csépléssel augusztusban a hónap közepére végeztek. Amikor a gabona a raktárba vagy a malomba került, és meg is sütötték az új kenyeret, az már augusztus 20-ára esett. Ezért is alakulhatott ki az a gyönyörű történelmi hagyomány, hogy Szent István napján az ünnepen megszentelik és fel is szegik az új kenyeret. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi magyarok a határokon innen és azon túl is valamennyien büszkék lehetünk a magyar állam megalapítójára, Szent István királyunkra és az ő alkotására. De büszkék lehetünk az elődeinkre is, akik védték és őrizték egy gyönyörű hazát. Büszkék lehetünk rájuk, azokra,
akik meg is határozták nekünk és az elkövetkezendő generációknak a szent kötelezettségüket. Szent István napján ünnepi önkormányzati ülés keretében kitüntetéseket adunk át azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek, mondta Sári Kovács Szilvia alpolgármester, majd ismertette a képviselőtestület által hozott döntéseket. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Fülöp Gábornénak, az Agrosprint Kft. Ügyvezető igazgatójának a város gazdasági életében betöltött jelentős szerepéért Pro Urbe díjat adományozott, melyet Szepesi Tibor polgármester adott át részére. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Szabó Istvánnak, a Közép-Kelet-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT nyugalmazott vezérigazgatójának a város támogatása érdekében betöltött jelentős szerepéért Pro Urbe díjat adományozott. A díjat Szepesi Tibor polgármester adta át. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a város társadalmi és kulturális életében betöltött hagyományőrző és értékteremtő szerepéért Ács Andrásnak Karcagért emlékérmet adományozott. A kitüntetés Szepesi Tibor polgármester adta át. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a város közéletében betöltött jelentős szerepéért a Karcagi Polgárőr Egyesület részére Karcagért emlékérmet adományozott. Az elismerést Rigó Zoltán elnök és Horváth Sándor vették át Szepesi Tibor polgármestertől. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a város életében betöltött jelentős jótékony és segítőkész tevékenységért az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Karcagi Szervezetének karitatív tevékenységért díjat adományozott. Az Egyesület képviseletében Székely László és Nagy Ilona vette át a kitüntetést Szepesi Tibor polgármestertől. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a város életében betöltött kiemelkedő jótékony és segítőkész tevékenységért a Rákbetegek Országos Szervezete Karcagi csoportjának karitatív tevékenységért díjat adományozott, melyet Váci Attilán elnök és dr. Szabó János a Rákbetegek Országos Szervezetének elnöke vett át Szepesi Tibor polgármestertől. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként Béziné Mészáros Mónika rendészeti alkalmazott részére Karcagváros közbiztonságáért díjat adományozott, melyet Szepesi Tibor polgármester adott át. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Pintér József részére a város közössége érdekében végzett tevékenységért Karcagváros közszolgálatáért díjat adományozott. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros közbiztonságáért díjat adományozott Ábrahám István rendőr főtörzsőrmesternek, a Karcagi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálytechnikusának a város közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként. A díj átadására a rendőrség napja alkalmából tartott állománygyűlésen került sor. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros szociális és egészségügyi díjat adományozott dr. Farkas Béla osztályvezető főorvosnak a város és térség egészségügyiért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként. A díj átadására a Karcagi Kátai Gábor Kórház Semmelweis napi ünnepségén került sor. Az elismerések átadása után Varga Katica előadóművész a Magyar Örökség díjas kárpátaljai Krédó versének együttes énekese Imádság ünnepért című ünnepi műsora hangzott el. Az ünnepség a szózat eléneklésével ért véget, zongorán kísért Koppány Mária előadóművész.